pártod már nagyon, Ati. Ha esetleg hangügyileg van valami probléma, akkor majd Léci szóljál. Most bejövünk ide le. Fura lenne úgy a nap, hogyha nem lenne ilyesmi jellegű küldetésem. Szia, Deadly! Hellóka! Neked is szép napot kívánok! Mi újság veled? Nagyon? Eddig oké, Maxine. Oké, oké. Feltétlen szóljatok, hogyha hang probléma van, mert megmondom őszintén, szerintem az egy nagyon szomorú dolog, mikor az ember streamel. És van valami hang probléma, csak nincs, aki szóljon neki. Tehát én láttam olyat, hogy valaki hang nélkül végig streamelte a dolgokat, és így nem szólt neki senki. De nem is értem, hogy mi történt. Szia, Monique! Hello, hello! Mi újság? Hogy vagy? Ups! Ó, de rég kellett ezt tölnöm. Na, nézzünk neki oda. Igen, tehát... vagy nem volt jó a hang, mert nem tudom, recseget, ropogott, tehát... Jönnek, aztán megöljük. Viszont látás, jöhet a következő. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak be a sztoriba. Én nagyon várom azt, hogy kicsit beszélnek Boscasiusról, azt hiszem így kell kimondani a nevét. Mert én úgy gondolom, hogy ugye ezt már mondtam a múltkor is, hogy van egy olyan jaksa, aki nem meghalt, hanem ugye mondják a Zsao történetben ott, hogy missing in action, tehát eltűnt ugye, még a feladatát teljesítette. És ugye nagyon mondták ezek a mindenféle mellékküldetések itt, hogy ez, hogy itt valami jaksa is itt volt, aki le lett zárva, meg mit tudom én. Úgyhogy én nagyon remélem azt, hogy az Boscasius volt, és végre megtudjuk, hogy mi történt ez a szerencsétlennel. Hol vagyok? Ja, még őt. Nem, Deadly, én nem szeretnék jelent. Én várok, én nagyon várok valamilyen karaktert, ami tetszeni fog. Lehet nem fogok én pörgetni még egy jó darabig. Jó darabig. Na, a zenéket hallgatott tettenek amúgy? Mert ha gondolod, majd még küldök. Stream előtt is most kicsit ilyen tánci zenéket nyomtam be, és nem a Genshin-es megszokottakat. Mindig Genshin zenét szoktam, de úgy voltam vele, hogy hát... csapjunk az bulis hangulatunkba, aztán hallgassunk valami ehhez hasonlót. Szia, Szotyi. Fahászatos karakter. Megmondom őszintén, nem tudom, nézted, de Deadly, ugye van ez a fiú, akit megosztottak a Mihoyónál. Mi a neve? Hát nem akarok ilyeséget mondani. Heizu? Nem valami ilyesmi neve volt. Nem tudom, megmondom őszintén, nagyon-nagyon nem tetszik a dizájnja. Aztán mondták, hogy katalisztos, meg így, hogy milyen képességei lesznek, és így azért egy kicsit érdekem. Most ez mi történt amúgy?
Ez nem tudom jól. Fura volt. Minden esetre. Elkapjuk a rákokat gyorsan. Edzése baromi jó? Na jó, akkor majd keresek. Én farmolásra szoktam ezeket a zenéket hallgatni, mikor valamilyen játékban menni kell farmolni, és akkor így... És akkor így... Csak nyomni kell a gombokat, mint az állat, úgyhogy én akkor szoktam ezeket hallgatni. Úgyhogy nem tetszik az a fiúcska, Deadly, viszont a skilljei érdekelnek meg úgy amúgy. Tehát lehet, hogy azt mondom, hogy kellene, viszont ugye 4 csillagos miatt nem fog pörgetni, mert ő elveg 4 csillagos lesz. Mi lett az eltűnt jaksa? Engem ez nagyon érdekel. Én ugye azt mondtam, hogy szerintem ez a jaksa, akiről itt szó van, ez a Boscasius lesz talán. Meglátjuk. Ezt én már múltkor is mondtam, és azért is mondtam, hogy szerintem lesz Zsaoriran, és ugye azt el is találtam, mert annyira emlegették ezt a mellékküldetések, mondom, biztos, hogy őről lesz szó. Tetszik az a karakter? Na, Heizo. Heizo. Lehet. Terülhettem volna a karaktereket, ha már ide jöttem. Nem baj, megoldjuk. Meglátjuk. Most úgyis ezeket fogom streamelgetni. Genshin. Hát ahova lövöldözöl? Na, gyorsan kiszedjük. Ne legyünk maxon. Tendo Ben Show! Na nézzük a szituációkat. Na. Quest. Ez a quest, ami, vagy hát event, amit nem is értek. Test run és quest. Hát én gondolom a fő questtel megyek, és nem a jelen questtel megyek. Nem tudom. Ezzel megyünk szerintem tovább valószínűleg. De lehet, hogy először kipróbáljuk a gyorsan a karaktereket, hogy még több primogemem legyen a nem tudom melyik karakterre. Ó, itt csodálatos fegyverek vannak. Nagyon jó. Most már ez sem mutatja tovább. Szuperszónikus. Megmondom őszintén, engem már nagyon érdekel Sumeru. Látjátok a primogem jeleket a égbe. Ez nagyon érdekes videó. Ott is látjátok, ott vannak a primó jelek a hegynél. Azt mondják, hogy ez a testvérünk, szerintem nem a testvérünkről van szó. Ezek meg nem is mi vagyunk. Szerintem. Mindenki azt mondja, hogy ez a kettő karakter, akiről itt szó van, ezek mi vagyunk. Nem hiszem. Én ezzel nem értek egyet. No. Tudjátok, mint nem néztem meg, ha már itt a... És mit adnak nekünk? Jó, hát amikor bányában vagyunk, persze, hogy ilyen bánya szerkezetet kapunk. Távadtál? Hát. Imádom ezeket a paprika virágokat, itt össze-visszaugrálnak.
Az a baj, hogy van egy kis dolgom, ezért el kell mennem, de ha még lesz Steam, akkor visszatérek. Rendben van, Deadly, köszönöm, hogy itt voltál, várunk vissza. És szerintem itt leszek még azért egy-két órát biztosan. Nem ilyen egyszerű szerintem, Ati. Szerintem ez sokkal összetettebb. Én azt mondtam, hogy van ez a Pearl, amit kerestek. Elküldték az uralkodót. Na ugye, az égbolt királyság, hát én úgy gondolom, hogy az égbolt és a királyság az... Ajaj, akkor nem látszik mi. Ugye ott van, de... Ott. Nem ott van. Nem tudom, most hirtelen így nem tudom pont nem látni. Tehát én úgy gondolom, hogy Celestiáról beszélnek, hogy a Celestiából elküldtek valakiket, akik ugye ezt a Pearl-t keresik. Én úgy gondolom, hogy akit mutatnak először, az valaki olyan, akit még mi nem is ismerünk, aki ugye romlott lett az Abyss, meg mit tudom én, babonázta, vagy nem is tudom, hogyan mondja a szöveg. Tehát úgy gondolja, hogy ő az, aki uralkodik a sötétség felett. És ott vagyunk, ugye, akik sokan azt gondolják, hogy mi, akik mutatnak minket, hogy mi vagyunk a második utánpótlás, akik mennek és próbálják megtalálni ezt a Pearl-t. Na, én szerintem ez rohadtul nem így van. Szerintem az első trónörököse találta meg a Pearl-t amúgy, meg mit tudom én mi. Én szerintem Celestia keresi ezt a Pearl-t. És szerintem Celestia azért is pusztítja el sokszor ezeket a civilizációkat, mint Kenriát, mint szerintem Dragonspine-ba is, hogy ezt a múltkor mondtam, mikor így kolloltam amúgy, hogy mi az a tű. Milyen Judgment volt? A szent büntetés tűje, vagy mi volt? És mondtam, hogy olyan van Dragonspine-nál szerintem, és ugye ott is ott volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szerintem ezt a valamit keresik, viszont... Mindamellett, hogy ezeket keresik, szerintem, és pusztítják itt el a civilizációkat, ugye nem tudni, hogy miért, de szerintem ott nem rólunk beszélnek, én azt mondtam. Szervusz, Skendo. Kinyóban is, nem tudom, mit énekeltél, de én elhiszem nekem, vagy miről van szó. Na, örülök neki, hogy látszottak a már. Lívei expedíciót megváltoztatták, ugye láttad, hogy kettő virágot gyűjtesz mora helyett. Micsoda? Nem figyeltem, csak reflexből... Reflexből kattintottam. Hát csókolom, azt mondták, hogy itt valami probléma van. Van? Meg ebből úgyis kevés van, de... És ez miért volt jó? Itt nem változtattak? Nem. Hát jó! Nem értem. Jó. Ja, most már kell kovácsolni, és elfelejtettem. Biztos Kendo úr, meghódítottad már a vámpírok világát? Gyorsan kraftolásba kezdünk itt. Hogy mehessünk a sztorira. Jó, még egyszer megöljük a boss-t, és neki is indulunk az utunknak. Hogy nézi a Jean, hogy mit csinál az ember? Balanz? Hát... Nem tudom, mi ebbe a balanszom. De... Mondtam mindig azt, hogy jó lenne, hogyha... Adventure rankkal nőne az, hogy mennyit tudod hoznak vissza, de hogy egyértelműen...
azért nem növelték meg, hogy a karaktereknek ilyen passzívokat adjanak, de hát, hogyha valaki azért pörget ki karaktert, mert passzívba neki, mit tudom én, nem három követ visz vissza, hanem hatot, az csessze meg. Úgy gondolom. Az csessze meg, de tényleg. De itt meg mindig világít ez a szuty. Szutyledva. Mi ez? Miért? Miért világít az? Mit szeretné? Ja, ez oké. Kényo banjak. Befogtál kettő olyan izét? Ja. Azt a mindenit. Na nézzük. Nézzük ezt a csoda történetet. Egyértelmű, hogy... Ezt csináljuk. Igen, ezt megtaláltam. Váratlan vendég. Aggódunk ugye a szituáció miatt, amit ugye lent találtunk a kezemben, úgyhogy én és Paimon úgy döntöttünk, hogy megyünk vissza, és tovább nyomozunk. És ekkor hirtelen egy váratlan emberbe fogunk belefutni. Zsó! Nagyon váratlan ember. Jó, az akkor le kell mennem a bányába. A bánya. Bányeska. Aikawarazu pukimi na tokoro da na. Shirabiru hitsuyou ga nakatta ra oira zettai ni konna tokoro konakatta zo. Olyan ijesztő az a hely, mint amire a pályamon emlékezett, és soha nem jött volna ide, hogyha ugye a múltkori ide vissza. A múltkori nyomozásunk nem ismertette volna meg vele ezt a helyet, és ki van ott? Hiam fe! Hoja, tabibito to Paimon? Masaka, konna tokoro de hau toa. Ó, csak nem Paimon is, Fercsi, háló! Nem számított ránk. Itt talál minket. リーユエコーで仕事してるだろ? なんでまたこんな人のいないところに? Ilyen fej, neked nem a Liuei kikötőbe kellene dolgoznod? Mégis mit csinálsz itt a semmi közepén? Fókus területre? Hát kitartás kell dolgozzá. Hogy teljesen őszinte legyen. Ez egy olyan... Nem mindennapi ügy. Sőt, ez az első alkalom, hogy itt jár a kezem olyan. Ó, de még mielőtt elfelejteném, tennétek meg egy szívességet, Léci? Hogyha valaki kérdez rólam, vagy az, hogy jelenleg hol vagyok, akkor legyetek kedvesek, mondjatok meg, hogy nem tudtok rólam semmit sem. És hogy hol vagyok, arról se. Oké. Okay. Miről befelsz? Te nem csináltál semmit? Nem, nem. Semmi erről szó sincs. Ez egy elég hosszú sztori. Nem baj, elmondja. Szóval jó lenne, ha falaznánk neki. Találkozunk később. Oké.
Na már is szaladt. Vacsin, te, téj, vacsonja. Mégis mi az Istenről volt itt szó? Hittem, Pajma nagyon elkezdett ideges lenni. Gondolod, hogy valami illegálisat csinált, és most azért bújdokol itt? Vagy valami nagyon félelmetes történt? Hát kétlem, hogy bármilyenről lenne szó, hiszen egy jogi tanácsadó a Yanfei. Negyen már ilyen naív. A világ sokkal komplikáltabb manapság. A legrosszabbra kell felkészülni, hogyha valami történik, akkor lehet, hogy minket is ugye egy kaptafa alá fognak felsorolni. Menni. Micsoda dilemma. Akkor falazzunk neki? Visszaszólunk. Pálymond, te vagy az, aki nem csak naív, de komplikált is. Oi! Soko no omae! Hé! Ti ott! Megjött a kis okos emberünk. Kapa. Szegényem. Nem a legélesebb kés a fiókban, azt meg kell adni. Jó gyerek, de... Valaki jön. Igen. Elég ismerős a hangja. Szerintem japánul azt mondtam, mintha valahol már hallottam volna. Habár nem tudok japánul, de nekem úgy hangzott, mintha valami ilyesmit beszélt volna. Masaka! Mit csináltok egy ilyen helyen? Ó, vár, csak nem mondd azt, hogy vakációztok. De igen, a bányában vakációzunk. The one and only. Az egyetlen only. Itto. Ó, omaidachi, sono yōsu kara shite. Azt mondja, elég jól néztek ki. Ez megint milyen mondat amúgy, Genshin Impact, léci. Nagyon jól néztek ki. És úgy mennek a dolgok, hogy szeretnétek mostanában, hát igazából ő is nagyon jó sor, neki is nagyon jó sora van. De azért, nekünk azért megy jól, mert neki jól megy. Makes sense, ugye? És itt a ki van mögötted? Üdvözletem, én az Arataki csapattal vagyok, Kuki Shinobu. Örvendek a találkozásnak. Tök jó hangot adtak neki amúgy. Ó, igen, már majdnem elfelejtettem, hogy visszajött. Hadd mutassam be neked, vagy hogy itt van ő is. Shinobut. Az Arataki csapatnak a büszkeségét. Szóval még egy csapattag a Itto csapatban. Ő Hanamizakának a legjobbja és legokosabbja. Úgyhogy egyértelműen a csapatjába kell lennie. Shinobu az, aki mindent elintéz nekik a csapatban. Ő az, aki megvédi a srácokat is. Ődög barátja az én barátom is. Akkor ti vagytok Vercs és Paimon, igen. Igen, igen. Örülök a találkozásnak, Shinobu. Nyilván megtiszteltet én is. Volt egy megérzésem, hogy nem sokára együtt fogunk dolgozni. De itt, Saki. Arataki-hanói a
Szóval Itto. Ő az, aki mindent elintéz a csapatban. Szóval akkor ez nem jelenti, hogy az igazi főnök? Nem viccelsz velem? Azt mondta, hogy ne beszélj hülyeséget, szerintem japánul. De még mindig nem tudok japánul. De szerintem azt mondta. Viccelsz velem? Természetesen én vagyok a főnök. Egy legendás főnöke van. Egész. Tehát ezt mindenki tudja te évadban, hogy egyetlen egy legendás főnök van, Hanamizakában, az pedig ő lesz. Naruhodo. Dame oyabun to sugoude no buka tte toku da na. Ő nem Oninak csúfolt, Skendo Uni. Gyanús? Mi a gyanús, Szotyi? Mesélj csak. Jó, akkor Pájma már ért itt a helyzetet. Egy haszontalan főnök, és egy szuper ügyes alattvaló. Vagy munkás, vagy nem tudom, minek mondjam. Hé, jó, tudjátok, mit felejtsétek el? Egy átlagember ezt úgy se érteti, hogy mégis milyen dinamika van itt az Arataki bandában. Meki meg pláne, mint főnök, ugye nem hagyhatja azt, hogy ilyen szintre süllyedjen, mint a Paimon. Ott a sok Y-nal mi történt? Anyway! Hát, mi akartad lenni? Mage. Szóval az Itto keresi, értem. Tehát, de minden esetben látok egy rózsaszín hajú ügyvéd, vagy jogi mágus hölgyet. Goofy hát azt mondja. Nagyon ostoba kalapja van, meg minden, eléggé alacsony is. Minden tud, és elég alacsony. Hát igen. Janfejnek hívják, és ő a jogi tanácsadó Liuyéból. Azt gondoltam, hogy ti ketten találkoztatok, vagy hogy tudtok róla. De nem, mi nem láttuk őt. Nem. És ismerjük a buny. Most Paimon komolyan. Paimon nem tud hazudni amúgy. Annyira aranyos ez a hatásszünet. És egyből más hangsúlyjal beszél, próbálkozik. Szóval akkor láttátok. Igen. Mégis mi, honnan miből gondolod ezt? Paimon nem mondott semmit. Bikubiku shiten no ga mie mie da ze. Dou yara tsuboshi no you da na. Hát mert eléggé nyugtalan lettél hirtelen, úgyhogy eléggé így elmondtad az igazságot ezzel. Uso o tsuku toki hito wa muishiki ni me ga oyogu mono da. Paimon. Tudom, Paimon még mindig nézelődik jobbra-balra. Amikor valaki hazudik, akkor az, a szemük elkezd össze-vissza vándorolni a tudtukon kívül. De ne aggódjatok, semmilyen rossz... Mi ez? Most nem teszem be magyarul. Nem cél, hanem rossz... Rossz szándékuk nincs, ugye? Szóval ti ismeritek Janfejt? Hogy ne ismernék? Együtt tanult a Kukival. Hülye hangzott. Gyanús, más mondanak, mint a fordítás. Biztos van egy kis cenzúra. Nem hiszem. Nem igazán cenzúra, hanem a fordításból eredendő értelmezés. Más szokás, más kultúra. Nincs rá szó, vagy olyan kifejezés, rossz indulat. Ja. Nincs rossz szándékuk. Igen, igen. De azt mondom, nem...
Nem tudom, hogy most értem-e, amit mondanak japánul, hiszen nem nagyon néztem dolgokat japánul, egy-két animét még, vagy sorozatot, de hogy hallom, mint hogyha így vannak ilyen saját gondolatok a fejemben, amik így úszkálnak menet közben, míg olvasom az angol szöveget, meg próbálom magyarra átfordítani. Ezt elég nehéz megmagyarázni, mert az agyam nagyjából mindent az angolról így átpörget nekem, hogy megértsem. Magyarul nem mindig jut eszembe. Van egy-egy szó, ami fura ismeretlen, olyankor ugye hatásszünetelek nagyon, olyankor vagy kihagyom azt a szót, és megpróbálom értelmezni. Ha úgy gondolom, hogy nagyon kell a szó, akkor megpróbálom egy pillanatra megnézni, hogy mégis mi az Isten ez a szó, amit mondjuk esetleg nem értek. De az agyam az úgy kb. Nekem saját magamnak lefordítja, és ilyenkor egy kicsit nehezebb az, hogy nekem az eszembe jusson magyarul. De közben hallom a japán szöveget, és tényleg nem tudok japánul, csak úgy érzem, mintha mondanának valamit, és én mondjuk én mit hallok ebből ki. Azt nem tudom, hogy tud-e bárki japánul, vagy nem, de mondom, én nekem vannak ilyen megérzéseim, hogy amúgy ők szerintem ezt mondták, és nem azt, amit én látok, vagy hát olvasok. Együtt kukiztak, igen, igen. Szia, Nerias, hello! Igen, az angol szöveg és a japán szinkron nem mindig egyezik, de nem a lényeges történet, hanem egy ilyen kis, igen, ilyen kis beszélgetéseknél minimális eltérések vannak, amik ugye nem befolyásolják egyértelműen a sztorit. Meg néha nagyon hülyén van fordítva angolul. Igen, hát igazából mondhatni azt, hogy megmentette az életem, szóval igen, találkoztunk vele, mondhatod azt. Megvettette az életedet? Vártok már egy pillanatot. Mégis ti mit csináltak itt a kezemben? Sajnálom, Pime egy kicsit lassú. Szóval tudod azt, hogy most már megszüntették a Sakoku rendeletet Inazumában, igaz? Igen. Ja, mert tényleg nem tudta... Szóval Shinobu el akart jönni ide Liyue-be azért, hogy az érettségi bizonyítványát, nem tudom, most ez a graduation, ez itt érettségi, tök mindegy, tehát hogy ezt a kis bizonyítványát a tanulmányairól ugye átvehesse, és ezért jött vele, hogy biztonságban legyen, mert hát minél többen vannak, annál biztonságosabb. Itt tanultál Liyue-ben, hogy ezt át akarod venni? Igen. Jogot tanult a Tongwen Akadémián itt Liyue-ban. Sajnos bevezették a Sakoku rendeletet, és ezért ugye nem tudott eljönni, átvenni ezt a papírt. Ugye akkor történt ez, amikor hazajött, vagy hát hazament? Hazament meglátogatni a családját. Ugye a hát mondjuk az érettség, hívjuk érettségének, nem tudom mi ez, de az érettség előtt hazament meglátogatni a családját, és bevezették a Sakoku rendeletet, úgyhogy eltelt egy pár év, és ugye most egy kicsit késve, de jött a papírokért. Ittól lenne. Nem is ittól lenne. Szia, Marker! Hello! Köszönöm szépen! Egész jól, itt iszogatom a kávémat, közben fordítok. Remélem, ti is jól vagytok. Mi újság veled? Hogy vette? Majd mesélj egy kicsit, én addig iszok a kávémból egyet. Aztán fordítok tovább. Így a kávéval tartom életben az agyamat. Általában ez egy kicsit bepörgeti a agytekervényeimet. Ha.
diploma? Hát ja, már ügyvéd. A fene se tudja. Akkor hívjuk diplomájának, ja. Ja, szóval volt pár elintézni valójuk itt Liyue-ban, és a főnök úgy, hát egy szituációba keveredett a Mirelittel. Én ezt mindig Mirelitnek mondom, tehát nem véletlenül tényleg Mirelit, ez direkt. Mirelittel problémája volt, amíg sorba állt, és már majdnem letartóztatták, amikor szerencsére megjelent Janfej, és segített nekik. Ja. Hát, hogyha ő nem lett volna, akkor a Liyuei útjuk az úgy végződött volna, hogy őt ugye bezárják. Szóval igen, szerettünk volna kimutatni a hálánkat neki. De azt mondta, hogy nincsen szüksége a segítségemre, meg semmi ilyesmi. De úgy gondoltam, lehet esély lesz arra, hogy neki tényleg szükség lesz a segítségére. Szóval én követtem őt ide, hát hogyha meg tudom menteni, vagy tudok neki segíteni. Szóval akkor rákényszeríted, hogy elfogadja a segítségedet. Mi? Semmiáról nincs szó. Én csak meg akarom őt védeni, oké? Okay? Úgy nézett ki, mintha éppen sietne, úgyhogy úgy gondoltam, hogy talán valami fontos elintézni valója akadt. Az emberek bajba juthatnak, amikor a világban az ilyen komoly ügyeket intézik el, tudod? Én csak... odafigyelek rá? Nem, mert nem rá, hanem inkább ilyen... én csak figyelmes vagyok. Tabibito. Utazó. Azt mondta, Tabibito! Igen, valami szeretne a Shinobu? Arra? Tehát azt mondja, hogy vonjam el Ito figyelmét? Arra ment Janfej. Miért jó ez? Oké, köszi. Megyek is utána a Shinobu ide indulni. Ne aggódj, megmentőm! Ito jön, hogy megmentsen. Köszönöm a segítséget, találkozunk legközelebb. Ez az Ito szegényem az... Tényleg nem a legélesebb kés a fiókban. Egész jó állapotban vagyok. Kicsit bebólogattam az előbb, semmi komolyabb, jól van. Remélem, hogyha el is alszol, akkor nem kelsz fel mondjuk a nevetésemre, vagy bármi hasonló. Megjelent Janfej, és jó fej volt. Hát ez igaz, ez így van. De figyelj már ide, direkt küldted Ittót rossz irányba. Ó, Istenem. Hát úgy tűnt, hogy Shinobu az eléggé okos. Nem gondolta volna, hogy így át tudjuk őt velmi. Vagy talán tudja azt, hogy az Ito eléggé kellemetlen. Ez egy eléggé nagy kellemetlenség. Ezért próbálja őt megállítani, hogy tovább szekálja Janfejt. Hogyha ez a szituáció, akkor ő tényleg nagyon jól tudja, hogy hogy kell ezeket a helyzeteket kezelni. Na de... Na de akkor így most már tényleg nem fogja senki ilyen fejt zavarni, hogyha újra találkozunk vele, akkor elmondhatjuk neki, hogy segítettünk rajta. Na jó, akkor menjünk, és nézzük meg a legutolsó helyet, ugye, ahol voltunk. Úgy itt Crash Site, hát nem tudom. A zuhanásnak a helye.
gondolom le kell menni oda, ahol ez a tű, ugye? Hívjuk tűnek. A Judgment of nem tudom milyen tű. Mi volt ez? Az ítélkezés, a mennyei ítélkezés tűje, ugye itt leesett, oda megyünk most. Ezt a múltkor mennyire, én nem értem, annyira kolloltuk, mint az állat. De tényleg, én nem tudom ez hogy sikerült, de hogy megláttam azt a szót, már egyből tudtam, hogy mi van. Na. Meg nem is tudtam, hogy ezt fogom itt találni, csak tudtam, hogy az van ott Dragon Spine-nál, és az ilyen tök, nem is tudom. Nem számítottam rá, hogy itt is találok, és hogy eltaláltam a dolgokat. Na mindegy, azt azért eléggé betippeltem, hogy mit fog történni. Meglátjuk most, mennyire lesz igazam. Vajon Boscasius, vagy mi volt a neve? Annak az, aki eltűnt. Lehet, hogy tényleg ő lesz az, akit itt látunk. Vagy róla tudunk meg valamit? Én nagyon örülnék, ha tudnánk valami plusz információt. Giver, a szóviccek angyala! Szia! Hogy vagy? Nem lesz gond, Versi. Ha a nevetésedre kelnék, az nem lenne rossz, viszont sok ideig leszek még fent, és ki fogom bírni, vagy legalábbis kihozom magamból, a pihenés nem ártana, de még nincs itt az ideje. Jól van, kitartást! Kitartást, Marker, mi itt leszünk egy darabig, mert jó sok mindent kell fordítani. Giver, amúgy bárki bármit mond, én imádom a vicceidet. De tényleg, én nagyon jókat szoktam rajta mosolyogni, meg nevetni. Jean az, aki hasonló szóviceket szokott itt nyomni. Genshin közben, őnek is nagyon imádom a vicceit. Töltöm a reggeli meeting sorozatot, hogy minden rendben, na, örülök neki. Na hát megtaláltuk, akkor Jan fejt nézzük csak. Jan fej, elküldtük az embereket, akik követtek téged. Ó, szuper, köszönöm szépen. Az a srác abban a furcsa ruhában nagyon hiperaktív volt. Általában ő nem szokott barátkozni. Vagy hát nem is azt mondom, hogy nem bánja, ha barátkoznia kell, de ma munkája van, szóval azért próbáltak lerázni. És mégis milyen munkád van egy ilyen helyen? Nem mondd a Spymannak, hogy te is szeretnél kalandor lenni. Ez ugye egy jogi tanácsadó, ahol néha kell utaznia. Will? Végakarattal? Végrendelet, bocsánat, nem tudom, miért végakaratot mondtam. Azért jött a kezembe, hogy egy végakarat, vagy meg végakarat, mi van vele végrendelettel? Foglalkozzom? Talán. Kinek a végrendelet? Ezt sem menném számolni, hány órás alvás mínusz vagyok, az nem jó. Aludni kell. Mondom ezt én. Aki így tegnap, meg tegnap, fú. Ez a V-Rising gyerekek. Olyan mennyis, tehát vasárnap a Monékkal játszottunk, a Monskendor. Mennyi órát nyomtunk bele? 10 órát? Biztos. Tudom, hogy éjfélkor még nyomtuk. Aztán tegnap is feldéptem, újraindítgattam a szervert, próbáltam megoldani a szerver problémát. Ugye az volt a problémám, hogy nem tudunk négy főnél nagyobb klánt csinálni, aztán megoldottam. Aztán beinveltük Reelt, meg Neriast, és hirtelen egyik bossról a másikra, egyik gyűjtögetőpontról a másikra, ez kell, az kell, ilyen szolgát fogunk be, olyan. Aztán azt vettem észre, hogy 11 óra van. Kegyetlen. Kegyetlen, ahogy. Szóval a Jánosoknak tipikusan ilyen, igen. Ilyen fura sapkát hordanak, meg van ilyen szarvuk oldalt a fejüknél.
Nem mondom, volt olyan, hogy este 5-6 fele neki kezdtünk DBD-zni, aztán 9-kor elmentünk aludni reggel. Igen. Igen. Úgyhogy valami hasonló szituációt éltem át. Úgyhogy egy kicsit elfáradtam. De nyomom, most megittem egy dupla hosszú fekete kávét. Frissen daráltat, úgyhogy itt vagyok. Még egy darabig. Amikor már nagyon le fog állni az anyom, azt mondom, úgyis észlelni lehet, mert kicsit így lassabban, nagyon lassan fordítok olyankor már, olyankor már tényleg semmi nem jut eszembe magyarul. De ja. Egy végrendelet? Hát hülye ez a nő. Bocsánat, a vélemény kicsúszott. Azt mondja, hogy igen, egy végrendelet miatt van itt. Talált egy végrendeletet egy régi könyvben, és úgy gondolta, hogy valaki nagyon fontos ember hagyhatta hátra ezt. Úgy tűnik, hogy egy mágikus szerkezetet elvesztett, és szerette volna ezt visszaszerezni. Nem tudta a Paimon, hogy a jogi tanácsadóknak ilyen dolgokkal kell foglalkoznia. Micsoda munka. A végrendeleteknek ugye az, hogy ezek be legyenek tartva, ezeknek a végrehajtás igazából és a munkájának a része. Természetesen az ilyen ügyek nagyon ritkák, hiszen a kezem az nem egy olyan hely, ahova csak úgy be sasszézunk, amikor csak akarunk. Ara? Ki van itt? Ó, szóval tudod, milyen ez a hely? Ki ez? Ez Jelan. Ó, gondoltam, hogy itt foglak találni téged is. Megjött a hölgyike. Annyira jól megdizájnolták, de miért ez Archer? Miért Archer? Miért kellett Archernek lennie? Miért? Nézzétek meg a szemét, olyan szép szeme van. Na, én, hogyha nem Archer lett, ma lehet rólolok rá, de Archer, úgyhogy nem rólolok rá. Fenébe. Négy-öt óra szúnyával létezel sok ideje, és nekem nincs semmi extra pörgésre hozzá. Nagyon nem jó. Én nekem, hogyha nagyon keveset alszom, nekem volt már ilyen 3-4 órásba kerültem. Mondjuk olyan 1,5 hétig, mikor tényleg nagyon keveset aludtam, mert mindig valami volt. Ezt úgy kell elképzelni, én úgy létezem, hogy tudom azt, hogy kedden, pénteken, szombaton stream van. Ugye ez alap. Nálam. Oké. És akkor betervezek valamit még hétfőre, hogy mit tudom én, mondjuk volt, ez az időszak volt, amikor még Sea of Thieves-eztünk, tehát hétfőn Sea of Thieves-eztünk, kedden streameltem, szerdán mit tudom én, mit csináltam, valamit biztos csináltam, meg csütörtökön is csináltam valamit, mondjuk lehet, hogy játszottam valamivel, vagy tudom is én, és akkor így eltelt a hét, és így alig aludtam. Mert hétvégén meg már mindenki volt, akkor hétvégén megint, és így eltelt ilyen 1,5 hét kevés alvással, és akkor volt az, hogy így ha kérdezték, hogy te hol voltál tegnap, akkor valószínűleg én hazaértem a munkából, eldőltem, mint a rohadtnád, azt reggel felkeltem. Akkor ilyen nagyon durva, ilyen akkor ilyen 12 órákat is aludtam, még többet, tehát a saját szervezetem így úgy döntött, hogy na most akkor aludjunk. És akkor úgy tényleg kidőltem, azt ott vége volt mindennek. Gondoltam, hogy rollok, mert a vape az nagy damage, és könnyű építeni, de inkább egy kazuha. Én meg nagyon várom az új karaktereket. Kíváncsi vagyok, hogy Sumeruban mit fogunk kapni.
De nagyon tetszik a dizájnja, szóval neki olyan nagyon tetszik a dizájnja. De nem, nem. Mondjuk én Sarával is így voltam, hogy Sara is nagyon tetszett, de ő is Archer. Tehát nekem valahogy a Mihojónál, mintha éreznék, hogy figyeljetek, csináljunk menőn kinézve Archereket. Fájd is csak a szívét, Vercsinek. Sokkal jobban fogja magát érezni, igen. Nem érzem magam jól, amúgy ilyenkor. Na szóval, bármilyen ügyen is dolgozol, itt a kezemben, biztos vagyok benne, hogy a liuei legjobb, minek mondtam ezt? Jogi konzultáns, most nem tudom, minek mondtam ezt magyarul. Tanácsadó. Könnyedén megoldja ezt a helyzetet az én beleavatkozásom nélkül. Ez milyen vittes. Azt gondoltam, hogy az én jogi véleményem nem számít semmit, amikor jelen környéken van. Ő mégis kicsoda? Ő jelen. Liue. Minek is mondhatjuk, ő a... Minek szoktam ezt fordítani? Polgári ügyek minisztériumának? Azt hiszem talán. Tehát ő a polgári ügyek minisztériumának dolgozik. Legalábbis ennyit elmondhatok, igaz? Amúgy meg az egyik barátom. Jó, hát ennyit el lehet mondani. Véletlenül neki is pont itt van dolga. Úgy látszik, hogy a véletlen összehozott minket. Amúgy azt hiszem, hogy titkos ügynök. Tehát ilyen 007-es jellegű ez a jelen, szerintem. Leginkább hozzá tudnám hasonlítani. Lehet, hogy nem ismersz engem utazó és Paimon, de én rengeteget hallottam rólatok. De ilyen úgy titkos ügynök, hogy ilyen... ilyen hírszerző jelleggel. Titkos ügynök. Tényleg? Hát, igen, azt hiszem, sok barátunk van Liyue-ban. Szóval akkor mindegyiketeknek valami dolga van itt. És az én dolgom az, vagy én munkám az, hogy figyeljem, hogy mi történik itt a kezemben. És ezek pont emiatt, mi az? Így velünk kell jönnie. Secret Police. Talán, nem tudom. Tada, 今回は hoka ni mo shigoto ga aru no. Dakara zannen da kedo. De úgy néz ki, hogy más dologgal is foglalkozom kell. Úgy látszik, most nem tudok hozzátok csatlakozni. Menjetek, csak csináljátok a dolgotokat. Csak próbáljátok meg ne okozni semmilyen felfordulást. Nem okozok. Olyan szép szeme van. Még, tudjátok, mi nem tetszik benne? Az az egy szál haj, miért áll ki ott oldalt a fején? Amúgy. Milyen kár. Pont szerettem volna az asszisztenciádat kérni. Segítségedet. Régi idők kedvéért lennél olyan kedves, és tudnál segíteni nekem ezzel a végrendelettel? Nem tudom. Attól függ, hogy mit nyerek én ebből.
ああ、もちろんだとも。オッケー、ランマは？ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバーヤからいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。Igen, úgy látszik, hogy, vagy hát igaza van, tehát úgy látszik, hogy egy olyan embernek is, ugye, aki így vezeti őket, őnek is kell a fizetség. És, és ugye neki pont adott a Madame Ping egy kis jó kis teát, úgyhogy akkor meg fogja hívni egy teára, hogyha beleegyezik. Miért nem beszélsz először arra, hogy mégis hogy jutottál ideig? És akkor nem, az a nyaklánca, a skendó, az a nyaklánca. Nagy szerencse játékos a csaj. Eveg. Hé, hey, te! Megjött Itto. Itto! Mégis mit csinál itt? Ó, tudom én, hogy ti ketten mit csináltad. Tényleg próbáltatok átfelni, nem igaz? Azt hittem, haverok vagyunk. Hát ők is a barátaim. Szóval... Állj meg! Ezt mondtam úgy a magyarul, de elég közel jöttél szerintem, igen. Te mégis ki vagy. Sajnálom, ez a terület, ez a kezem, és ez a... le van zárva. Nem is tudom, ezt hogy lehet mondani. Hát ugye az emberek... le van zárva igazából, szóval csak úgy nem jöhetnek be az emberek. Te viccelsz velem? Semmilyen... táblát nem láttam, ami figyelmeztetne, vagy bármilyen kerítést, és mégis még ott van ahhoz, hogy kívül tarts engem. Kölyök. Kölyök, azt mondja neki, kölyök. Ez nagyon az... azt a mindenit. Kölyök, hogyha valahol veszély van, ott te soha nem látsz táblát. Már most sosem gondoltam volna, hogy ez egy annyira fontos hely. Eléggé szokatlan hely. Ez így igaz. Ez igaz, ez nem egy olyan hely, ahol te csak úgy kibejárhatsz, ahogy akarsz. Ezért is volt az, hogy nem akarta, hogy bárki is kövesse. De sajnos nem hallgatott rá. Igen, Ittor, tudom, hogy az Ittorra mondta, csak vicces volt, hogy azt mondta neki, hogy kölyök. Sutazó rengeteget tett Liuéért a múltban, és Yanfei pedig ugye egy elismert jogi tanácsadó Liuében, szóval őket, ő bennük bízik. De ti ketten... ez mégis mit jelentsen? Azt akarod mondani, hogy nem vagyok elég híres? És ez azt jelenti, hogy akkor én nekem már egyből rossz szándékaim vannak? Nem ismerem a... mi ez a background? Háttér szóli, nem? Nem ismeri a hátterét, szóval ezért nem engedheti át itt. És alapból úgy tűnik, hogy Yanfeinek nincs szüksége a segítségedre, nem igaz? Mégis honnan tudod, hogy Yanfeinek mire van szüksége? Olyan titeket összekötöttek a seggeteknél? Hát igen, majd valami. Igen. Minden esetre... szóval nincs... azt mondja, nincs szükség... tehát nem kell egy gondolatolvasónak lennie ahhoz, hogy lássa, hogy Yanfeinek nincs szüksége Ittóra. Minden esetben, mint egy látogató Inazumából, azt javasolja... és fogadja el azt a tényt, hogy ugye ő mit mond.
aztán meg fogadja el azokat a helyi szabályokat, amik itt vannak, és tartsa magát távol a problémáktól, vagy a bajtól, leginkább. Te! Most már kezd megint elszállni az agya. Mondtam, nem a legélesebb kés a fiókba, szegény. Na. Igaza van, tudod, úgyhogy ne legyen ennyire impulzív. Kicsi hevessé váltak itt a dolgok. Tényleg nem kéne belekötni a jelenbe, az nem jó. Igaz, hogy mi tényleg nem tudunk semmit a különleges szituációról, amit van, mondjuk így. Nem pont így van írva, de így fogom fordítani. Szóval elfogadja azt a tanácsot, amit ő adott, és egyből távoznak is. De hogyha ez tényleg egy veszélyes terület, tényleg, akkor egy táblát erről azért fel kéne tenni. Köszönjük szépen a tanácsot. Már gondoljam. Ó, igen. És mi van, ha nem megyünk el innen? Önök. Akkor eléggé, attatok, akkor eléggé kellemetlenné fognak válni a dolgok. Ittónak valami... Nem tudom, én imádja szerintem a szépen kreált női Archer karaktereket, mert Sarah-t is. Tehát Sarah volt az, aki elvette tőle a vizsgét is. Úgyhogy, igen. És ő 4 csillagos volt. Mit csinálva egy 5 csillagos női Archer vajon? Mi lesz a vége? Szétverik. Kuki Shinobu. Igen, Shikendo. De japánul nem azt jelenti, hogy azért érted, mint nálunk. Nem tehet róla. Szia, Lifi, Elóka. Bizu. Tényleg azt gondolod, hogy el tudsz intézni kettőnket? Be kell ismernem, eléggé optimista vagy. És tetszik ez nekem. Annak ellenére, hogy barátok vagytok az utazóval, és ilyen fejjel azt tanácsolom, hogy fogadjátok meg a figyelmeztetésemet. Köszönjük szépen. De sajnos én ezt... Na már kezdődik. Nem hiszek neked. Igen. Ha erős vagy, akkor miért nem mutatod meg nekem, hogy mit tudsz? Harc! Én megnézném. Várjál már, főnök. Nincs szükség arra, hogy itt elkezdjél harcolni. Ó, nem. Én támadok, akár tetszik neki, akár nem. Tényleg azt gondolod, hogy vicceltem? Ezek tényleg össze fognak menni. Csottomatta! Na, egyből. Csottó rázódik a föld. Jaj, baj van. Fölhánkés! Várjátok egy pillanatot, ti kettem. Ez az egész miattam indult el, akkor miért nem kíméltek meg ezt, vagy kíméltek meg minket ettől, és csak, és akkor itt elkezdett ugye remegni a föld. Ó, nem, ez egy, igen, ez egy földrengés. Én ne változtass már meg a témát, én fogok, de érted, még mindig, na hagyjuk is. Bye bye. Itt jól lepottyant. Ez jutott most eszembe. Elnézést. Jöttél hallgatni? Örülök neki, és köszönöm szépen. Mégis mi történt, Fercs? Jól vagy? I'm okay, jól vagyok. Szóval, úgy tompította az esést, hogy maga látette a könyveit, de az egyáltalán nem segített. Hát, csodálkozol rajta. Ez a hely.
Hol vagyunk? Ezt holnap reggel is fog érezni. Hé, Shinobu. Utazó és a megmentő. Mindenki jól van? Hát ez egy elég szerencsétlen szituáció. Mégis milyen messzire estünk le? Jelen. Úgy látszik, hogy ahogyan összepróbáltak verekedni, ott ugye összeomlott a föld alattuk. Lehet azért, mert így valahogyan így... Most az mi magyar a trigger? Mert én ezt angolul szoktam használni, még ha magyarul beszélek is. Ilyen reakciót váltottunk ki? Igazából az elementális erőkből. Ne nézzél rám! De nézz rám! Ő volt, aki ott topicskolt a földön, de nem baj. Hát, ne nézz rám! Ha nem lettél volna ilyen bunkó, akkor lehet, hogy nem lettem volna ilyen mérges. Mégis ki... ki az, aki kibír egy ilyen hozzáállást? Az a dolgom, hogy megállítsam a behatolókat. Hogy ilyen helyekre betörjenek, vagy bejussanak. Ilyen fontos helyekre bejussanak. Hogyha az igazság elmondása bunkónak hangzott, akkor sajnálom, hogy ilyen törékeny vagy. Tényleg. Ittónak valami... Én nem is értem. Tényleg mindig az árcserekkel van baja, nem? Ez ilyen tök vicces, hogy egy árcserrel volt baja Inazumában is, most is egy árcser csajjal van baja, amúgy. Nem is értem. Hey! Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindig feladjuk. Bossz, attól tartok, bossz. Főnök, attól tartok, hogy ezt a veszekedést nem fogod itt most megnyerni. Úgyhogy úgy gondolom, elég lesz, és most már ne provokáld őt. Hé, hey, Shinobu, te mégis kinek az oldalán állsz itt? Én csak szimplán elmondom a tényeket. Értem, hogy hogy érzel. De megnehezíted az életemet azzal, hogy random harcokba kezd, random veszekedésbe és harcokba kezdesz mindenkivel. Úgy látszik, hogy Itto nem tud se Jelannal, se Shinobuval veszekedni. Eléggé nehéz helyzetben van. Itto és Shinobu eléggé olyanok, mint mi ketten. Már mérges megint. Hé! Mégis mit értesz ez alatt? Pálybont, ne hasonlítsd az Ittóhoz. Oly, milyen mérges. Íh, de imádom. Szia, Rékuci! Hello! Na, látom, közben leírtátok. Igyál vizet, Várcsi fizet. Köszönöm, a vizet iszom is. Köszönöm, Réku. Hogy vagy? És akarom mondani, Neri, azt csak közben Rékura néztem. Köszönöm, ki is nyújtottam a lábam egyszerre, mert vártam, hogy a lábnyújtást is megkapom. We are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Zetarot 511, köszönöm szépen a követést, üdvít nálam. Remélem, jól érzed magad. Mi újság veled, hogy vagy? Genshin Impactot nyomod-e már, ha Genshin ezzel mesélj nekünk egy kicsit. Közben szerintem én még egy kortyfizet iszom. Mert eléggé szomjas vagyok az ebédemre. Meg azóta egy olyan 7 deci kávét is, teljes kávét is ugye megittam, felkészülve a streamre.
Ki vagyok száradva, mint a sivatag. Na, közben haladjunk tovább. Halló, halló! Mégis mit értesz az alatt? Harcolni akarsz te is? Mindenki is harcolni akar. Pájmon, csak az igazságot pont, ahogy hogyan vannak a dolgok. Mindenki tudja, hogy egy kicsit idióta vagy. Leidióta! Te most komolyan egy idiótának neveztél? Ó, te kis szaros repülő. Mi? Ez a Lavender Melon, ez a levendulás, minek mondtam, dinnye, vagy nem tudom mi. Ugye ez az egyik gyümölcs Inazumában. Összevesztek? Két idióta összevesztek. Ez a kb. Ez a repülő, mi ez? Levendulatök, hívjuk így. Na jó, Pájmos már mérges. Akkor Pájmos ad neked valami csúnya beszenevette. Bullchucker. Na várjál. A bull ugye az egyértelműen a bika. Chucker. Hát én nem tudom. Nem tudom, ez a Chucker mi lehet, de valami bikának neveztem. Jobb lesz, hogyha figyelsz arra, hogy viselked. Ott veszekednek, nézzétek a háttérbe! Figyelj, mutogat neki! Jó, Istenem, ez jó. Látszik, hogy eléggé messze leestünk. Eléggé lentre estünk inkább. Fordítsuk, szerintem így. Lehetetlen látni azt, hogy mégis mi történik odafenn. Eléggé elképzelhetetlen az, hogy innen fel fogunk mászni olyan messzire. Úgyhogy látszik, egy másik utat kell keresnünk. Baszki, ennyi szöveget. Tolkien nem írt a hat középföld és könyve, plusz még a Silmarillokba, az akart lenni, nem? Vagy Silmaril? Silmarillokba? Mint ami ebben a szerencsétlen játék. Marha sokat szöveg állnak pluszba. És az érdemi szöveg az mindig kevés, amúgy. Igen. Nagyon szeretik elszkippelni a Genshin-es sztorikat, pont ezért sokan, mert nagyon unalmasnak találják azt, hogy kevés a tényleges tartalom, viszont maga a Genshin-nek a sztoria rohadt jó lesz egyetemben látni, szerintem meg, amikor én úgy vagyok vele, egy-egy sztori akkor jó, amikor marha sok videót találsz arról, hogy ahogyan így próbálják prediktálni, így kitalálni, hogy ki, kihez, miért, hogyha már ilyenekkel van tele a net, akkor az már jó, én úgy gondolom, és ez tényleg jó. Tehát tényleg rengeteg olyan dologra jönnek rá, vagy nem is jönnek rá emberek, hanem így gondolnak ki olyanokat, vagy így csak elképedni lehet. Tehát rengeteg ilyen videó van, amit lehetne nézni ilyen Genshin ötletelésről, amúgy ki tudja, majd lehet csinálunk valami ilyet, és egyszer, hogy nézzünk egy-kettő videót, meglátjuk. Üdv újra, Deadly, látod? Még mindig itt vagyunk. Na. Sajnálja, hogy közbe kell avatkoznia ebbe a kis cuki kis beszélgetésükbe, de azt gondolom, van valami, amit tudnotok kell. Szóval ez a Chasm, ez egy eléggé misztikus helynek számít itt Liyue-ben. Évekig le volt zárva egy bányász baleset miatt. Bármi is van odalenn, javaslom azt, hogy emlékezzetek a következőkre. Nem láttatok semmit, nem hallottatok semmit, és nem is lesz semmilyen kérdésetek. Mentsétek meg magatokat attól, hogy valami olyanba keveredtek, amiről nem is tudhatnátok.
Nem foglak titeket ellenséges emberként kezelni, de ezért cserébe remélem, hogy nem nehezítitek, meg a dolgokat, amikor nem is az, hogy nem nehezítitek meg azt, hogy a titkok maradjanak. Magyarul fogjátok be a szátokat. Ő pedig megtesz minden tőle telhetőt, hogy találjon egy kiútot. Jó. Mégis mit gondol, hova megy ő? Mint ahogy mondta, próbál találni egy kijáratot. Elég esélyes, hogy jelen lesz az közöttünk, aki a legjobb a túlélésben és az ilyen hirtelen vészhelyzetek kezelésében, szóval jobb lesz, hogyha őt most elengedjük. Szia, Spurky! Hellóka, mi újság? Hogy vagy? Percsi, 486 pikkely kell az új rutihoz. Hol pikkely? Wow, Skendo, csak nem horgásztod kell? Miből jön ez a hal pikkely? Azt hiszem, bocsánatot kell kérnem tőletek, mert én nem nagyon szoktam tehát az ügyfeleim adatait és egyéb részleteket az ügyfelemről nem szoktam harmadik félnek kiadni. Ezért is volt az, hogy nem tudtam nektek elmondani az igazat, úgyhogy ezért bocsánatot is kérek. A kezembe jöttem azért, hogy megkeressek egy fantasztikus iránytűt, ami ugye ebbe a végakaratban szerepel. Sok évvel ezelőtt az ügyfele ezt a mágikus iránytűt odaadta valakinek. Annak reményében, hogyha valaha is nagy szükség lenne rá, akkor kéznél lesz. Szemtanúk szerint az az ember, aki megkapta ezt az iránytűt, elhozta a kezembe, és egészen attól a ponttól eltűnt. A történelem folyamán rengeteg háború történt a környéken, itt ugye a kezem környékén. Hogyha az ember itt meghalt a háború során, akkor is ő megpróbálja tőle telhető legtöbbet kihozni a dologból, és megtalálni ezt a szerkezetet, ezzel ugye beteljesítve annak az embernek a végakaratát. Nagyon maxisokat kell horgászni, érte, mert nem minden halat pikkelyt. Ha leprésztát hozottak a parasztlányil a faluból, nem fogok horgászni, meg 24 ilyen pókszellemfonal kell még, hogy ne legyen egyszerű összerakni, viszont ez már lilaszat, nem kék. Jó, hát figyelj, Skendo, ez ilyen tipikus, minél feljebb mész, annál nehezebb összepakolni a szetteket. Majd összehozzuk. Meló utáni testpedés van, minden fasz a veletek, Mizu. Hát én nagyon örömmel így belekezdtem a questbe. Nagyon kíváncsi vagyok, mert voltak ilyen ötletelgetéseim, hogy esetleg miket hoznak a kezembe. Én szoktam így ötletelgetni arról, hogyha mondjuk vége van egy történetnek, akkor esetleg mit hozhatnak be, vagy kit hoztatnak be, milyen sztorit lehetne folytatni, vagy ha hallom azt, hogy bejön egy terület, akkor oda
végig gondolom azt, hogy esetleg még kinek a sztoriát láthatjuk bele, vagy tudom is én. És én nekem ide is volt egy ilyen, hát minek mondják ezt, prediction, most magyarul nem jut a szembe. Nem tudok magyarul, pedig angolul sem tudok. Mi ez magyarul? Attention, we are being followed. Shall I dispatch the welcoming drones? Podcaster, köszönöm szépen a követést, üdvít nálam, hogy vagy, előrejelzés, az kicsit olyan időjárásos, inkább boszorkányos jóslat, igen, vagy a női, nem tudom, hányadik érzékem, tehát ilyen egy jóslatom volt inkább, mondjuk így, hogy szerintem itt majd a Boscasiusról talán tudunk meg valakit, ugye ő volt az egyik jaksa, aki eltűnt. Szia, szia, Bottaster Mizuka. Köszönöm szépen még egyszer is a követést. Üdvít nálam. Szoktam néha bemutatkozni. Nem tudom, hányan vannak itt Lurkban, akik nem ismernek, csak így ránk kattintottak. Vercsi vagyok. Általában Genshin szoktam streamelni, fordítani. Meg ami éppen elkapja a figyelmemet. Játék, kúpjáték, MMO, meg hasonlók. Úgyhogy... Vészkorista tag. Mindenkinek ajánlom figyelmébe a vészkoristákat. Mindjárt egyet linkelek is. Egy pillanat. Egy pillanat, pillanat. Nézzetek be a srácokhoz, mindenki nagyon ügyesen szokott streamelgetni mindenfélét. Illetve nézzetek be Spurki úrhoz is, hogy mióta játszik, streamel. Mit szoktál most ebbe streamelni, Spurki? Mert ugye a legutóbb, amikor játszottatok D&D-t, akkor voltam. Ó, igen, ott voltál. Na, a jó kis podcasten. Köszönöm szépen még egyszer is, hogy így itt vagy. Nem tudom, az a fordítós rész, az annyiban érdekes, hogy amikor fordítok, akkor kevésbé tudom nézni a csetet, de majd megpróbálok oda kacsintani itt a nagy olvasgatás közbe. Szaki Yeranga hanasta kotomo subete jijitsu. Sōgan kyōen ni wa kiken ga hisonde iru. Omae tachi mo mi o motte taikan shita daro. Ima wa konna jōkyō nan da. Chikara o awasete. Jelen szavai ugye arra, azzal kapcsolatosan, hogy vigyázzunk, hogy mit csinálunk, azok ugye nem véletlenül mondta ezeket. Tehát oka volt rá. Veszélyes dolgok ólálkodnak itt a kezemben, de biztos vagyok, hogy erre már ti is rájöttetek. Tekintve azt, hogy éppen egy ilyen nagy problémába kerültünk bele közösen, úgyhogy akkor közösen próbáljunk meg ebből kijutni. Bármit is mondasz, megmentem. Megteszek mindent, amire kérsz. Mostantól egy csapat vagyunk. Minden. Hogyha már annál a nagy, hát, szemétnél tartunk, hát, úgy látszik, akkor ő is betartszik ebbe a csapatba. Azt mondtad, hogy Jelen a civil ügyek minisztériumának dolgozik. Pajban meg tudtam mondani, hogy sokkal keményebb, mint a többiek. Csotto biribiri. Viri-viri. Hát megjött a Csottoviri Tiberius bácsi. Mizu Tibi bácsi. S
És ugye itt mondja még Paimon a végén, hogy látszik, hogy a munkája eléggé sokat megkövetel tőlem. Ébred ezzel? Na most ébredtél fel? Hát akkor jó reggelt kívánok, Tibi bácsi. Bizu. Én meg vagyok, köszönöm szépen. Nagyon örültem annak, hogy kijött most ez a Genshin patch. Végre folytathatjuk a sztorit, az értelmes sztorit. Ugye én nekem ez fájt, hogy nagyon sokáig csak ilyen sok-sok update jött, de annyira olyan érdekes lore-ral teli történetrész nem jött. Ez egy kicsit fájt. És most remélem, hogy most kapunk megint egy kis részletet talán a Genshin lore-ból. Nagyon remélem. Úgyhogy most itt nagyban fordítok. Úgyhogy ezen hamarabb fogom megtudni a halkolt beszkészítés módját, mint hogy meg tudjuk, kitűnt el itt a kezembe. Eléggé lassan szokták felvezetni ezeket a dolgokat, Skendo. Még mindig nem tudjuk, hogy mi a fene történt itt. Az biztos, hogy a múltkori questből azért egy-két dolog kiderült itt a kezemmel kapcsolatban, de az, hogy mit zártak el itt, és miért zártak el itt, és milyen probléma volt itt, amikor 500 évvel ezelőtt volt ez a nagy gebasz itt, mikor a Geo Isten is itt volt, és ott rengetegen meghalt, tehát itt rengetegen meghaltak katonák, elzárták ide azt a jaksát, a jaks az egy démonvadász, mondjuk így. Meglátjuk. Én nagyon örülnék, hogyha egy kicsit ezekre fény derülne, hogy itt mi volt, aztán meglátjuk. Itt fognak elhújni ezért, mert kihűl a belük. Hát lehet. Minden sztorit nyújtanak, mint a rétes tésztát. Amúgy ez nagy bánatunk amúgy, hogy ennyire. De hát végig kell minket kalauzolni a részeken, aztán szerintem ezért csinálják ezt így. Hát ezt mondja a kívülállóknak, de nem mondhatok róla túl sokat. De azt tudom, hogy ő az egyetlen olyan ember, aki ezt a munkát tudja csinálni, ezt a típus, az ilyen típusú munkát el tudja végezni, inkább mondjuk úgy. Mégis milyen béna munka az, hogy ide ki kell jönni a semmi közepére? Felbon tudja. Egy felfedező. A kis aranyos. Nézzétek, hogy nézzünk rá, hogy hát ez már megint hülyeségeket beszél. Istenem! Mi van az arcoddal? Ma valami rosszat mondott? Mi tényleg ezt csináljuk, nem igaz? Én vagyok az utazó. Paimon, nem te. Olyan fukar vagy mostanában. Hagyd csak Paimont, hogy ő is lehessen már egy utazó, oké? Okay? Imádom. Hogy veszek el meg? Igen, igaza van. Te vagy Paimon főnökem. Vedd ezt így tőlem, mint egy szuperszónikus vezetőtől. Tanulhatnál egy kicsit abból, hogy tanulhatnál egy kis nagy lelkűséget. Tudod? Hagyd, hogy egy kicsit a... Nem is tudom, a... Sidekick. Ezt minek mondják? Nem a haverod, mert az nem jó. Hanem a társad? Hagyd, hogy a társad is kapjon egy kicsit a tisztviselőségből, talán. Oled. De pont az lenne a lényeg, hogy amúgy a főnök, és nem igazán a társa, mert kicsit inkább az alárendjátja, hogyha ugye a főnöke, de nem baj, legyen így a társa. De tényleg nem tudsz semmit rólunk.
Paimon milyen mérges. Paimon nevet túl komolyan, csak viccel. Jó. Shinobu kedvéért rendben van. Hé, én vagyok a főnök, úgyhogy ezt akkor most megengedem, hogy ezt most így hanyagoljuk. Édes jó Isten. Ezek ketten. De hát, hogy ez még egy lezárt terület volt, ami nincsen dokumentálva. Mégis mi lehet itt? Meglepetés! Jó. Tehát nála van étel és egy kis víz. Hogyha bárkinek szüksége van rá, akkor csak szóljon. Szuper! Nagyon vicces, amit most Paimon mondott. Egy párszor azt mondtam, hogy nem a legéresebb kés a fiókban, ugye? Ittó. Erre mit mond Paimon? Nem te vagy a legéresebb szerszám a... mi ez? A fészerben. De a... Most ezt nem tudom, hogy most ezt hogyan alattvalónak mondjam. Ez kicsit olyan erősnek érződik, nem? Pedig amúgy azt jelenti. Na mindegy, de most Shinobunak fogom. De hát a szerencsére a Shinobu az nagyon ügyes. Beosztott. Ó, oh, köszönöm szépen, ez nem jutott volna eszembe. De beosztottja, ugye nagyon ügyes, és megbízható. Szia, Dumbi! Mi a harci helyzet veled? Mesélj, hogy vagy? Szuperszonikus vezető. Ez egy vadászgép pilóta. Azaz. Én tudom. Ő a legjobb, nem igaz? De várjál már. Én egy nagyon éles szerszám vagyok. Látszik, hogy van egy bejárat előttünk. Ami befele vezet. Olyan az hova vicc minket? Menjünk, nézzük meg. Menjünk, nézzük meg. Hát azért csak körbenéznék, nem? Meg várjatok egy pillanatot. Ez kell nekem. Mi? Nem lehet használni itt a izét? De szóval... Rád kell néznem mindent. De most mi van? Ups! Ki gondolta volna, hogy itt találunk egy domain bejáratot egy ilyen helyen? Hogyha van egy bejárat, akkor van egy kijárat. Menjünk és nézzük meg. Ezek a kövek úgy néznek ki, mint a régi liuei hegyi kövek. Elég hasonlóak, mint amiket a könyvekben látott. Úgy látszik, hogy ez egy nagyon régi domény lehet már. Na mi van? Mi ez a hang? Zsau. Hello! Ciao! Ciao! Mari! Igen? A démonok legyőzője. Mégis mit csinálsz itt? Hódítója. Legyőző. A démongyilkos. Imasigata oritekita tokoro da. Azért jöttem ide le, mert hallottam egy furcsa hangot, ezért ezt követtem ide, ideig. Szóval nem véletlenül jöttél ide. Csatlakozol hozzánk? Nem. De tudta, hogy azt mondja, hogy nem. Nem, valami más kell csinálnom. Valami fontosat?
Keresek valakit. Boscasius? Nem kellene itt lennetek. Javaslom, hogy minél előbb menjetek vissza, ahogy lehetséges. Köszi. Hát, tipikus Zsaom. Megjelenik mindenféle... figyelmeztetés nélkül, és pont ugyanúgy eltűnik mindenféle nyom nélkül. Elég keménynek tűnt ez a csávó. Majdnem olyan keménynek, mint én. De. De mégis honnan veszed ezt az önbizalmat? Tényleg hagyhatjuk, hogy csak úgy saját maga menjen tovább. Amúgy sem hallgatna ránk, úgyhogy... De tényleg elég, tehát nagyon erős, úgyhogy nem kell miatt aggódni. Jó, tartsatok nyitva a szemeteket és a fületeket. Tartsatok nyitva a fületeket. Nem tudjuk, hogy mire számít, tehát hogy mi lesz előttünk, úgyhogy készüljünk fel mindenre. Na, figyeljetek. Én nagyon boldog vagyok, hogy mindegy csapatban vagyunk, meg minden, de... abba hagynád ezt a aprócska kis szövegeléseket, és ezt a kövessétek a vezetőt viselkedést. Én úgy gondolom, hogy én saját magamra tudok azért vigyázni. Önök. Oké, oké. Nem olyan tetszik az ittónak, hogy valaki így parancsolgat. Meg amúgy is jelen, csak mindenkire próbál vigyázni. Tudod, Ittónak fogom hívni, mert nem tudom, hogy ez a becenév, ez, amit adott neki Pályman, ez mi akar lenni. Tudod, Ittó, te itt egy vendég vagy, szóval mi lenne, ha megpróbálnák kijönni mindenkivel. Ugyan már kérlek, picike. Te sem vagy egy itteni lakos, egy helyi, szóval mi lenne, ha abba hagynád, mint azt, hogy úgy beszélsz, mint egy helyi lakos, mondjuk. Mondjuk így. Meg kell menni a domainbe, gyorsan megnézem, mit írtatok. Én ezt a Pymont már tuti lekemotoxoztam volna, hogy remegjen a földön, mint egy rovarítós légy. Én nagyon bírom Pymont, amúgy tök tuti. Holnap lesz egy céges vasora, ahova nem igen van kedvem menni, mert a város túloldalán lesz. Én kell bírni. Eszel egy jó dumbi, aztán hazamész. Nem basz fel, hogy most megint itt fognak lamentálni, vagy egy és... Nem! Most megyünk be! Csak még találkoznunk kellett Zsaóval. Amúgy szerintem ő Boscasiust keresi. Itt len. Most, hogy kinyílt a... Így nem működik, hogy így beszaladok kár? Elements. Hát most milyen partival menjek be akkor? Ezzel. Ez a parti nem olyan... Szóval én 90-es partival menjek be oda. Jó. Tehát a 80-as karakter volt a partimban, és azt mondta, hogy az túl kevés. Hova megyek jelenleg amúgy? Ez fura enkonomia. Az ilyen labirintusok ritkák Liyue-ban. Elég kemény, jól néz ki ez a hely. Ha nem lenne ilyen sietős, akkor lehet, hogy élvezném a kilátást is. Jó van, én azért körbenézek, ne haragudjatok be. Jó,
valószínűleg ezt nem fogja hagyni nekünk. Akkor visszaváltunk ide. Menjünk előre! Én itt nem vittem vizest, azt hittem lesz triál jelen, és nem volt mi. Nagy francok voltak. Ezeket meg kellene. Ezek a furcsa mechanikák Paimont az adepti doménekre emlékeztetik. Szóval lehet, hogy van itt egy adepti? Általában doménekbe szoktuk megkapni például a karakterre adott gíreket, de pont úgy van olyan sztori, amikor ezekbe a doménekbe be kell menni, megszerezni dolgokat, találkozni emberekkel. Úgyhogy igen, úgy kell elképzelni, mint hogy ilyen kicsi zsebek lennének a világnak részei igazából, de... Ja. Fura, mert ez ha megnézitek fölfele, ez olyan kezemnek néz ki. Na mindegy, menjünk tovább. De nagyon fura amúgy az, hogy egy tök másik területre hasonlítanak ennek a területnek a részei. Hát itt nem is lehet lemenni. Jó, itt lemegyünk. Mondom, ezeket megöljük. Hú, de jó zene van. Ganzan Hachiku Tendo, koko ni aru. Ritsuryu, Jugon, Ritsuryu. Jó. És most? Jó, látom! De nekem ezt megfordítanom kéne amúgy. Nem izé, nem... Alul van ennek a cucca. Ugye? Már is semmi nincs megint. Ja, menjünk akkor. へい、神族。いや。剣の盤石。行け。十軍。律令。た、は。た。いや。 Menjünk tovább. Sztori szerint, megmondom őszintén, még nem néztem utána a doménynek, hogy mik. De csak így bementem és átéltem a sztorit leginkább. De nagyon furcsa dolgok vannak a doménekben, például ahonnan kiesnek a gírek. Lehet érdekes formákat észrevenni. De majd megmutatom. Még nagyon arra utalnak, hogy vannak itt ugye felettes istenek még. Csak kérdés az, hogy azok a felettes istenek azok... Azok az istenek, akik a lebegő szigeten vannak, azon a kastélyon.
Vagy még rajtuk kívül is vannak istenek. Elvileg rajtuk kívül is vannak istenek. Szerintem. Nem tudom. Meg, ez annyira összetett, és annyira nem tudjuk még, hogy években fog még ezt állni, hogy végezzünk. Oké, most bementünk, kijöttünk. Várjál, már valami nincs rendben. Mi van? Hogy jöttünk ki ugyanott? Miért vagyunk ugyanott? Tehát akkor mi már voltunk itt, ugye? Igen. Ez az a hely, ahol elkezdtük. De nem fordulhatunk rossz irányba, nem? Hiszen ugyanabba az irányba mentünk végig. Tehát soha nem fordultunk vissza. Igen. Igen, én is erre gondoltam. Utazó. Mi jó irányba mentünk, igaz? Igen. Úgy gondoltam, hogy milyen jó irányba megyünk. Milyen furcsa. Van egy legenda Inazumában, ahol egy kereskedőt átvert egy Bakedanuki. Ötletem is az még. Egyik este ugyanabban a körben mozgott, ugye, gondolom az a kereskedő. Egész este. Mire hajnalodott, még mindig nem találta a kiutat, ugye, ebből a körből. Igen, erről már hallott Paimon is. Szóval akkor mindenki ismeri azt a sztorit? Nem, én nem ismerem. De hát miért nem mondja el, ha már belekezdett? Oké. Akkor már mindenki ismeri a sztorit. Tehát ő úgy gondolja, hogy velünk is ez történik. De ne aggódjatok! Van egy társam, beosztottam, aki el tudja exercise-olni. Mi az? Ki tudja, el tudja űzni a jókájukat. Ugye ez japánul a démonokat. És a lelkeket, meg mindenfélét. Szóval akkor gyorsan megidézem őt. Hihetetlen. Egy oni, aki jóban van egy... ez az exorcist? Démon űzővel. Eléggé laza csávó. Istenem, de mindenki tudja, hogy hülye. Tehát ez a vicc az egészben. Mindenki tisztában vele, hogy itt túl hülye. Tehát azt mondja a Shinobu is, hogy a főnöknek a tudatlansága az erénye. Istenem, hogy versi 70 évesen is ezt fordítgatja, hogy lassan vége lesznek. Nem vége lesz, mert azért megvan, hogy egy nem tudom én hány évre terveztek vele, de rohadt összetett az egész. Szihoz, hogy újra itt nálunk. Ha eddig is hallgattál, akkor megköszönöm szépen, hogy eddig is hallgattál. Az egy jókáj ez az démon, mint az Oni. Igen. Egy kicsit itt a Genshinben máshogy vannak a dolgok, de ja, amúgy. Igen. De imádnak japán szavakat használni itt az angol fordításban, amihez közünk nincs amúgy. Na, Ushi! Kapd el azt a szellemet, figyelj, a bikája lesz az. Jaj, majd Ushi elintézi. Koitsuga Aratakiha no kakure kousen. Ushi o da. Ushi.
a kiegészítő tagja az Arataki bandának. Igen. Yeah. Egyetért. Hogy rázza a fenekét. Bál, jobbá, jobb kör! Húsika az. Húsi, üdvözöl mindenkit. Figyelj, mi úgy meglepődtünk, hogy nem tudjuk, hogy mit mondjuk. Pálj meg ez a... Really? Most komolyan? Húsi, üdvözöl mindenkit. Csak hívjátok Húsinak, vagy... Na, most mondjam azt, hogy marha torta. Marha tortácska. Eléggé... Ne, hát ez a... Úristen. Ne, hát ez... Eléggé... Jó... Mi ez? Érzéke van a tájékozódásban. Szóval hagyjátok, hogy vezesse az utat. Húsi. Hát az jó. Nem tudtam, hogy a bandáknak lehetnek ilyen kiegészítő tagjai. Nézd csak így, mindenki néz, hogy... Úgy gondolja, hogy ez nem fog működni. Komolyan mondan? Vagy ez a nekem mondan? Gyerünk! Gyerünk, menj, Húsi! Találd meg a kiút! Ne már. Jó, hát Húsi keresi ugye a kijáratot, igen. Komolyan? Nem mondod. Biztos nem. Mi a baj? Húsi azt mondta, hogy teljes mértékben körbenézed, de nincs kiút. Valami is rendben. Hogyha mi itt be tudtunk jönni, akkor az azt jelenti, hogy ki is tudunk menni. Na, hadd nézzen körbe ő is. Ezt észrevette bárki is? Azt gondoltuk, hogy fentről estünk ide le. Akkor volt magasan felettünk egy kiút. De... Az a kiút már eltűnt. Ha engem kérdeztek, ez megmagyarázhatatlan. Úgy látszik, hogy több van itt, mint ami találkozik a szemmel. Itt ezekben a föld alatti járatokban. Na, én is körbenézek még egyszer. Bárhova is nézünk, csak egyre és egyre több hő van. Lehet, hogy csak nem emlékszünk, hogy mégis honnan kezdtük? Mi van? Félsz? Nem, Paimon nagyon bátor. Igen? Well, randomokban, hát Húsi azt gondolja, hogy félsz. De rendben van, nem kell félni. Nem kell félni attól, hogy beismered, hogy félsz. Itt vagyunk és megvédünk. Én is itt vagyok neked, Paimon. Paimon nagyon könnyen megijed, hogy mindent a... Mondja, mi nem ülhetünk csak itt, és így pörgünk össze-vissza. Nem is. Twiddling our thumbs. Tehát nem ülhetünk itt, és lógathatjuk a lábunkat. Körülbelül most magyarra fordítva, ez valami ilyesmi lesz. Menjünk, és folytassuk a kiútnak ugye a keresését. Shinobu maradjon itt, a Yanfei-jel, és ő pedig velünk fog tartani, tehát itt velem meg Paimonnal. Oké. Okay.
Legyetek óvatosok. Óvatosak leszünk. Ugyan már ne hívjál a megmentőt, mert még úgy mondja, hogy a megmentőm. Ne hívjál a megmentődnek. Elég, hogyha Janfejnek hívsz. Mr. Arataki úr. Úgy látszik, mint az Arataki banda vezetője egy erős vezetői jellemmel rendelkezem. Túl kedves vagy. Csak hív Ittónak. Mivel egy csapatban vagyunk, így figyelünk el egymásra. Fájban, hogyha félsz, akkor majd betakarom. Vagy ez mi? Eltakarom a szemedet a kezemmel. Na mondjuk így. Magyarul. Egyszerűen. Körbenéztünk, de nem találtunk semmit. Ugye csak tényleg nincs kiút. Aha. Egyszerűen nem tudja ezt az érzést leküzdeni, hogy valami nagyon nincs rendben ezzel a helyen. Igen? Főnök, találtatok valamit? Nem. Semmit sem. Nem, és esküdni mertem volna, hogy az előbb valami árnyékot láttam mozogni. Remélem ez a hely nem szellem járta. Lehet nem a legjobb alkalom ezt megkérdezni. De Pájban nem tud mi sem, muszáj megkérdezni. Ittó, te Joni vagy. Nem gondolod, hogy... Bárhova is mész, az a hely igazából szellem járta? Nem. Most te foglalkozz a vörös szarvaimmal, oké? Okay? Úgy értem, hogy félelmetes, lebegő szellemek. Most látod őket, aztán nem látod őket fajta szellemjártára gondolt. Itt ott a félsz a szellemektől? Hogy örül neki? Hogy örül neki? Azt a fejet. Ah, nem áll. Önök kitalálták. Rájöttek. Én? Biztos nem. Viccelsz velem? Ne viccelj velem. Komolyan. Elnézve téged. Fájban már nem is fél annyira. Hogyha félsz, majd Paimon eltakarja a szemedet, jó? Na, jobb lesz, hogyha hasznosabban tölti az idejét. Na. Shinobu elsétált, megfogadt egy pár követ. Aztán egy pár fadrabot. És pár ilyen lavender melont a zsebéből. Megsózza, megborsozza. Most megsütöd ezeket? Igen. Ez nagyon finom. Oké. Okay. Kettő fajta van, melyiket akarom, tök mindegy. Ja, próbáljunk ki mind a kettőt. Nyugodtnak kell maradnunk, pláne amikor ilyen szituációba kerülünk. Hogyha jól olvasom a szituációt, van itt valami titok, amit én és a főnök nem szabad, hogy tudjunk. De ne aggódj, elterelem a figyelmét, amikor szeretnétek a többiekkel megbeszélni dolgokat. Ó. Igen, akkor jól éreztem, hogy valamit éppen főznek. Sütnek inkább most. Szeretnél valamennyit, vagy te is szeretnél, ilyen fej? Köszönöm, de nem vagyok éhes. Egyetek nyugodtan. Egy ideje nem találkoztunk, Shinobu. Igen. Most elkezdenek beszélni a múltról, mert ez így szokott lenni. Igen, rég találkoztunk, nem igaz? Az utolsó alkalom, amikor láttalak, az az volt, amikor... tanítottál az óráimon helyettesítőként. Helyettesítő tanár? Ó, már emlékszem. Az még télen volt, nem igaz? Igen. Emlékszem, hogy mindenki azt mondta, hogy érdekesek voltak az óráid.
Most, hogy belegondolok, akkor szempálynak kellene hívnom, nem? Igen, jól hangzik. Ki gondolta volna, hogy ilyen dilemmába kerülünk együtt, ez biztos a sors akarta. Tehát akkor a Ján fejez leszkéket is ad másoknak? Hihetetlen. Nem, csak az. Vicces. És érdekes, ahogy beszélem. Eléggé... híres volt a tanulók körében. Ó! Ugyan már dicsérgetett itt. Na, látom, mindenki itt van. Hogy vegyük már valamire? Na, jelen. Csapatokra oszlottunk és úgy kerestünk, de nem találtunk semmit. Mi a helyzet veled? Találtál bármit is? Nem. És nem szeretném ezt mondani, de jobb lesz, hogyha felkészülünk mentálisan. Ha nem találunk kiutat, akkor itt leszünk. A föld alatt. Egy jó ideig. Igen, úgy gondolom igazad van. Oké, értettem. Egy föld alatti hely bejárattal, de nem kijárattal. De van bejárat, nincs kijárat. Ez ennek egyszerűen semmi értelme. Megpróbál valamit kitalálni, csak adjuk neki időt. Ha bárki talál egy lehetséges kijáratot, akkor figyeljünk oda, mielőtt tovább megyünk, és megpróbáljuk felfedezni ezt a helyet. De most erre én, ha jobban belegondolok, Zsao is itt van. Azt mondta, hogy hallotta, hogy valaki a nevén hívja őt. Nem? Kezdjük újra. Tehát azt mondta, hogy ha vala is bajba jutunk, akkor csak mondjuk ki a nevét. Lehet, hogy ki kéne próbálni. Klep, klep. Hé, Vercsi, mégis mi ez a komoly arc? Valami terved? Igen, éppen arra gondoltam. Éppen Zsaóra gondoltam, hogy ő is itt van, emlékszel? Ó, igen, tényleg. Azt akarod, hogy segítsen nekünk? Hát, megéri egy próbát. Oké. Okay. Próbáld ki. Zsaó. Hallasz engem? Zsaó? Nincs válasz. Pályamban azt gondolta, hogy Zsaó mindenképpen fog jönni. Tök mindegy, hogy hol vagy. Hol vagyunk. Akkor ez azt jelenti, hogy Zsaó... nem érzi a jelenlétünket itt? Aha. Igen. Vajon ez mit jelent? Mi a helyzet ezzel a helyjel? Mi a helyzet ezzel a helyjel? Ah, egész szép mondatokat gyártok így hirtelen magyarul. Nincs olyan, hogy elementális szájtól kimész. Most mindenkivel egyesével kell beszélni. Ezek mindig viccesek szoktak lenni. Na beszélgessünk. Haladjunk, haladjunk! Mérgelődik az Itto, hogy mi a szitu ezzel a helyen, nem tudunk kijutni, és akkor szól neki a Shinobu, hogy készen vannak ezek a tökök, amiket itt érted süt, és akkor most ilyen helyzetbe kerültek, ilyen élet halál szituációba, és most el van az a foglalva, hogy elkészültek ezek a tökök. Semmi érdekes a kajáról beszéltek, azért nem is fordítom, mert arról beszéltek, hogy enni kell. Most mindenkivel beszélnem kell. Masaka, konna tokoro ni tojikomerareru to tatoe watashi ni chishiki ga atte mo sono ta ma otousama to tanoshiku ikiru koto o keiyaku shite iru mi da. Ii hōkou ni kangaeru nda. So, koko de kenbun o hirometari. Kyūyū. Ija fizet. Soda. Warchi fizet. Kore wa ii koto. Ah, itt is jött a családjáról beszélt. Mindig évekig tart egy ilyen beszélgetés a Moishikando. Köszönöm szépen Rékuti a vizet. És szia Nerias. Köszönöm, hogy itt voltál, ha már biztos nem vagy itt.
megvan az, amit érdemes skippelni. Fordítás közben. Ezek a mondatok most olyanok lesznek, amit érdemes lesz skippelni. Igen, azt eddig is tudtuk. Igen. Lehet, hogy most a sztori ennyi volt, és majd folytatódik. Ugye azt szokták csinálni a Genshinben, hogy... Aha, mondtam. Azt szokták csinálni a Genshinben, hogy így szétszedik napokra, órákra az adott... adott eventeket, mert ez event lesz. Csak ugye eventtel folytatódik a sztori. Hála az égnek. Na nézzük. Azt mondja, hova kell mennem nekem? Az ott mi? Az mi? Úgyhogy Kendo ezt a történetet majd csak akkor tudjuk meg, amikor... Ja, ezeket kell megtalálnom. Amikor folytatódik. Ugye? Ezt sokan nagyon utálják. De most ide be kell mennem. Ja, és akkor így jövök le ide. És akkor... Apex. Az olyan mit jelent, hogy Apex Hostility? Szeretnék én ilyet? Hát biztos szeretnék én ilyet. I don't know. Nézzük meg, hogy milyenek a lányok. Mit tudom én. Mit tudok csinálni még ezzel? Igazából ötletem nincs, hogy mire kéne számítanom most jelenleg itt ebbe az egész szituációba. Mit tudom én, mondjuk így. Ja, még egyet lát. Ötletem nincs, hogy az első két karakter. Mit tud a másik két karakterem meg gyenge? Mindegy, megnézzük. Kera, szia, 44 vizsba sikerült megszerezem el. Igen? Na, gratulálok, tök jó. Akkor mehet a szintezés és építés. Totál illúzió romboló is, mert elméletileg nem jöhetnél onnan ki, erre fogod, és kiteleportálsz, hát elmenek a buszra tényleg. Igen, mert azért annak ellenére neked van dolgod, amit csinálsz a játékban, mert ugye ez egy event, csak ugye menet közben van egy jó kis alapsztoria. Cool. Max nehézségre állítottam, hogy nem vagyok benne biztos, hogy én azt jól csináltam. És egy sacrificial bolt adtak a kezébe? What? What? Why? Aló? Nem tudom, mit tud. Hát hardon, gondolom. いいという功績せよ競争よ決心となれいただきたいなお嬢様の仰せのままにターゲットロックはフィオナの特性オンリー撤収捕まえたせよ律令に従え Huh!
Aztán megcsináltam. És most? Ja, és akkor, hogy mert... Jaj, hogy ilyen különböző izék? Aha, aha. Itt a következő. Értem. Ja, kis tagsz. Hellóka. Nyomjuk itt nagyban Genshin-t. Most az eventnek ezt a részét lefordítottam. Aztán most meg nekiálltam az eventnek. Most komolyan, hát legalább ezt betették volna egybe, hogy ne szakítsák ki. Mindig ezt csinálják. Eleinte egybe jöttek be ezek az eventek, és akkor azóta rájöttek arra, hogy ha húzzák az időt, akkor nekik is több idejük van. És ezért így széttagolják. Tehát x óra után lehet. Tehát sokszor én is azt csináltam, hogy nem álltam neki az eventnek, hanem fogtam, és megvártam, míg letelik az a, mit tudom én, mondjuk ezt két nap múlva csináltad, ezt négy nap múlva, és a többi. Megvártam, és egybe nyomtam le pont ezért az egészet. Csak most rohadtul érdekelt, hogy mennyit tudunk meg, de most megint megállítottak minket, de ez ilyen Genshin szokás. Alig láttad, mit csinálsz? Hát, mit csinálok? Hát én sem láttam, mit csinálok, az, az igazság, de nem baj. Azért leszek bajba. Igen, már azok itt már jobban fájnak. Várj, itt is lehetett volna nehézséget állítani, csak nem állítottam be. Nem. Még ez így jól lesz, hogy nincsen Geo karakterem, amúgy örülök neki. Hát megyünk fizikállal. Majd csak meghalnak. Szóval egy karaktert kiválasztok, ami jöhet velem, az összes többit tüntessem el. Nem tudom, arrébb tenni? Jaj.
Kérdés az, ha őt itt használom, akkor a sajátomként... Ja, nem kiszedi. Egy próbát megért. Akkor viszont a sajátomat viszem, nem a be, amit lehet használni, annak nincs értelme, akkor még sajáttal. Ja, ilyen is van, hát jó, mindegy, haladjunk tovább. De ezeket nem tudom, hogy pak... Össze-vissza fogom nyomkodni a gombokat, mert ehhez nem szoktam hozzá ehhez a felálláshoz. Na mindegy. Hát igen, Skendo, tudom. Nemrég újból játszottam a Genshin-t, nagyon jól esett. Komolyan? Elkezdted az elejét a... Ez kemény. Valaki most elkezdi, marra sok mindent kell csinálni. Szia, Aldalin! Hellóka! Mizu! Ez de szar lesz. De ezt a fizet fogok nyomkodni megint mindent. Más már karakter? この Megint Rosáriát akartam előhívni. Megint Rosáriát akartam szedni. Megszoktam már, hogy Rosária damage-em és legelső helyen van. Nem a Tionát szedem, mikor a Rosáriát szeretném. Na, sikerült minden írásbeli. Gratulálok. GG. Ügyes vagy. GG. Gratulál. Én physical damage-re építettem ki. Tehát kettő blastain, meg kettő paleflame van rajtam. Hard. Mert a hard. Hogy nem etne? Ráérünk. Megint? わかるかい?ルオパ、ヒオ、ヒオネの特製ドリンクじゃ!甘えたにゃ!バーディクト!許さない。ここ。
Tovább. Vajon meddig kell menni? Vagy most mi van? Vajon már? Ugye mivel Sinkyúval hoztam be Rosáriát, így tök jó, mert hogyha van a Sinkyúnak ultia, meg van jeges skillünk, akkor szinte folyam. Ha, na jó, ezek jók lesznek. Gyere már ide! Na igen, ezt vártam. Szeret egy karakter. The Continual as you'll be rendered. Thank you. Jó, thank you. Azt fogjuk csinálni, hogy thank you mellé betesszük a csapatot. Csak nem tudom, hogy csináljam, mert tök nem így szoktam. Nézhetném ezt is, hogy mit ad, de nem érdekes annyira. Three or more different type of weapons, jó. Egyik se jó, mint nekem. Mi? Most ezt meg kéne vennem? Jó, legyen. Itt lesz maguk enki! Akkor sztornó. Te bánat. Nem tudom, hogy hogy csináljam, hogy jól legyen. Ez így nem lesz jó, de mindegy. A büdös életbe rátették a boszt. Mind a két boszt? Az vajon a másik is a boss volt? Ganzan Hachiku! Szaj! Kurai! Mindaga toba ni ite kurereba! Müde na doryoku o yametara? Sayonara! Toru ni taranai wa? Yuk! Vajon látni is van amit. Lehet egy barbalába is jobban jártam volna most, mint a bemettel, de...
magam sem tudtam, hogy mivel jöjjek be. ここにあり。岩山八九。 Ugye az a baj ezekkel a farkasokkal, hogy bleedeltetnek. Shanglingot mire és Dionát mire már őket húzom mostanában, és nem tudom mire húzom ki őket. Nem, nem baj, hogy megkérdezem, hogy itt mire húztál. Nagyjak fel, hogy rozott tartokat vagy jött. Köszönöm. De írtam volna, hogy mit, de akkor várj egy pillanaton. És mondtam volna, hogy mit. Ja, gyorsan megértem, hogy mit ajánlok. Meg én mit csináltam. Jó, na még nagyon nincs készen. Marha jó amúgy, hogy hidra karakter ellen megyünk, ugye, de hát ez van. Láttátok? Bebubista! Bebubista a farkast! Ez a szerencsétlen! Hát ez kora jó. Áj, de imádom, hogy össze-vissza annak a karaktereim, nem ugye, ahogy szoktak lenni. Ez nagyon rossz. Ez nagyon rossz, hogy ez így van megcsinálva. Istenem, össze-vissz, csapkodok mindent! Maguk enki! Ha valamit utálok, akkor ez maguk enki. Mikor benn volt az abiszban is egy bődület volt. Suttogóba írtam. Hogy melyikre mit tettem. Íjjjjj! Leave. Jó, és akkor most? És akkor így ki is maxoltam az elsőt? Ah, oké. Okay. Megkaptam az íjat. Akkor kaptam egy íjat elvileg. Jó, ez 10 múra
ez 10 óra múlva nyit le, ez meg egy nap múlva. Ez azért lesz jó, mert... mert pénteken akkor tudjuk folytatni ezzel a sztorival a fordítást. Még tesztrára bemegyünk gyorsan. Igaz, mondjuk nekem azt hiszem a Dionál még nincsen 4 noblesz, de ja. Mit fog meghalni az elében? Próbálgatóban, azt hittem. Nem szoktam egyáltalán használni ilyen fejt. Oké. Zsó. Kit kapott, Barbara? Barbara! Iku jó! Kudaranai. Seiyou nabu. Koko da! Koko da! Mooni, 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 mooni. Egy kontrollra akarom fordítani a dolgokat. Hát pedig nem úgy kell. Na és akit kapott csotta biribiri? Nyigaszanai vajó. Acaz deso? Hájak tókósi. Sumán, sumán. 話が通じないなら、糸よ、工作せよ、捕まえた。かかれ。あ、そこらまっこらそうたぞもん。風邪ひくの? Misla. Nem tudod a suttogót, hát akkor... Várjál? Na de mindegy, várjál, megmutatjuk. Ezen 4 darab emblem van, és azért 4 csillagos artifakt van rajta, mert nincs jobb. De 4 darab emblem van rajta, akkor... Miért nem látom? És az hova lett? A Dionán, meg jelenleg ugye 2 millelit van,
Ja, hát három, de na, kettő midelit van, meg kettő emblem, de hogyha négy noblest teszel rá, szerintem az jó. Nem tudom, mit van, meg mit nincs, meg mit szeretnél. Ugye weapon függő is, milyen weaponod van azért. Az az igazság, a karakterépítés az kicsit összetettebb. Te mit szeretnél, hogy shieldje legyen? Hát mondjuk a shield, az a baj, most már shielden nagyon keresztül minden. Vagy healje legyen, vagy milyen legyen. Ja, mit akartam? Le meg kereszt, nem tudok itt. Keresztül ütik. Shieldet most már. Sokan. Ja, hát jó sok HP-t kell neki adni. Akkor viszont... Arra figyelj oda. ナンコフラ。ジュゴン。チョック。再生出て。ふん。は。隙を見せるのはほんの一瞬だ。 Na, 10 óra múlva shop is jön. Na, kaptunk megint 7 darabot. Nagyon jó. Haladunk. Még van 58. Ezt tölném meg még egyszer szívesen, de... akkor megöljük az anemósat. Még van egy-kettő karakterem, aki nem 80-as. Vagy hát nem azt mondtad, jobban mondva. Jó kis vihar van, nagyon jó. És jó irányba szaladok? Ja nem, a másik irányba köszönöm. De nyugodtan, hogy Discordon is írjál aztán, hogyha úgy van, ki tudjuk esetleg silabizálni, hogy mit szeretnél, hogy szeretnél. Nem tudom, hogy én azt szoktam mondani, hogy én alapból úgy játszom ezt a játékot, hogy ami nekem tetszik.
azzal a karakterrel megyek, úgy, ahogyan gondolom, ahogy utána olvasgatok a neten, hogy hogyan csináljam. Mert az annyira nem vagyok Genshin hozzáértő, de... Na basz. Most ezt miért nem tudom felvenni? Háromszor szaladtam úgy, hogy F-váltam és nem vette fel. Tehát tényleg az a fontos, hogy mit szeretnél, melyik karakter szeretnéd, de hogyha hatékonyságról beszélünk, azért mi a leghatékonyabb? A Genshin az nagyon összetett. Tehát... Annyi mindent kell nézni, talentelésed, konstellációd, milyen fegyvered van, mit tudom én, rengeteg mindent kell figyelni. Meg hogyan akarod összetenni a partit? Mert ugye úgy érdemes, hogy van egy DPS-ed, és akkor az összes többi karakterrel meg úgymond mellé dolgozol az adott DPS-nek. Hát, hogy ezzel kéne kiszednem, mert ez nincsen kimaxolva. Oszor. Nem jó. Nincs szerencsésed hitásoknál? Hát, meg érdemes átgondolni, hogy melyik tényleg az a karakter, ami tetszik meg, amik nem tetszik. Én már nem tudom, mikor előtt nem nagyon nyitottam, meg most mikor után sem nyitottam. Várok. Nagyon várakozó állásban vagyok, hogy valami jön, ami nekem tetszik. Igazából. Nem egyszerű. De jó, a srácok, szerintem így mára befejeztük. Pénteken tovább nyílik az event, akkor tudjuk folytatni. Akkor fogom folytatni. Az biztos. Nem tudom, hogy jelenbe belekezdünk-e, meglátjuk. Jó, meglátjuk. Na most berédelek Darkyhoz. Köszönjetek be Darky barátomhoz, aranyember. Nézzétek meg, mit csinál, és akkor találkozunk pénteken. Én a hét további részére pedig addig is kitartást kívánok meg jó időt, és kevés fejfájást. Sziasztok!